Sziasztok! A mai videóban egy munkában menek, egy kicsit rendhagyóbb témával készültem nektek. Mégpedig arról szeretnék beszélni, hogy miért jó cukorbetegnek lenni, akármilyen provokatív is a cím, illetve hogy mit lehetnek azok az esetleges, és fontos hangsúlyozni, hogy nem mindenkire egyaránt érvényes pozitívumok, amelyeket ez az anyagcserebetegség magával hozhat nekünk. Az évek alatt én nagyon sokfajta attitűddel találkoztam azt illetően, hogy ki hogyan kezeli a cukorbetegségét, és ez mindig nagyon szubjektív, hiszen mások vagyunk. Tök eltérő az, hogy meddig tart egy feldolgozási folyamat, illetve hogy hogyan zajlik. Érthető az, hogyha megterhelőnek érezzük a cukorbetegséget, hiszen ez 0-24 órás kőkemény meló, nagyon sok feladattal és kötelezettséggel jár, sokszor nagyon sok lemondással, és sokszor olyan kihívások elé állít minket, amelyeknél azt érezhetjük, hogy nem tudjuk megoldani, vagy nem úgy, ahogy szeretnénk. Érthető az is, hogyha félünk tőle, félünk a jövőtől, hiszen ismerjük ennek a veszélyeit, és az is érthető, hogyha szomorúak vagyunk, hiszen ez egy végzetes és végleges állapot, illetve tudjuk, hogy nincsen belőle teljes gyógymód, illetve kiút sem. Nagyon fontos viszont szerintem, hogy ne ragadjunk meg egyik ilyen mélypontban sem, különösen nem hónapokig vagy évekig. Szerintem nem éri meghagyni azt, hogy elmenjen mellettünk az élet, csak azért szomorkodva közben, mert cukorbetegek vagyunk. Szerintem nagyon fontos az, hogy próbáljuk az életünk részévé tenni ezt is. Tanuljunk róla, olvassunk, tegyünk fel kérdéseket, keressünk válaszokat, szívjuk, akár káromkodhatunk is, nevessük ki, majd vegyük újra komolyan. Ez kőkemény meló, de azt hiszem megéri. Én azt gondolom, hogy folyamatosan próbálunk fejlődni az életünk minden területén, a munkában, hobbikban, sportokban, kapcsolatainkban, és miért ne terjeszthetnénk ki ezt az egészet a diabéteszünkre is. Hogyha valamiben igazán megéri fejlődnünk, akkor azt gondolom, hogy ez a saját diabéteszünknek a menedzselése, hiszen életbevágóan fontos, hogy minél jobb értékeket produkáljunk napról napra, minél rutinosabban kezeljük ezt az anyagcsere állapotot, és azt gondolom, hogy fiatalkori cukorbetegként tudjuk, hogy ez az állapot végleges, és nem tehetünk ellen semmit, nem fordíthatunk vissza semmit. És fontos, hogy ne harcoljunk ellene, hiszen tulajdonképpen akkor saját magunk ellen harcolunk, bár nem határozza minket a cukorbetegség, de mégis a részünk. Sokszor hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy nekünk nagyon rossz, ez borzalmas ez a cukorbetegség, de szerintem fontos az, hogy ilyenkor kicsit nézőpontot is váltsunk, illetve globálisan tekintsük meg magunkat így a világ részeként. Lássuk be, hogy manapság világ egyes tájain háborúkat élnek meg emberek, éheznek, szomjaznak, különösen napjainkban levegőért küzdenek emberek, vagy valamilyen halálos betegségben szenvednek, amelyekre tényleg nincsen gyógymód. És azt gondolom, hogy a miénkre van, hiszen ilyen bunting, az inzulinnak köszönhetően nagyon sokáig élhetünk, nagyon jó életminőségben. És tulajdonképpen annyival jár ez az egész, hogy naponta a párszor megszúrjuk magunkat, hogyha valaki pumpát használ, akkor egész nap rajta van egy gép, számoljuk és mérjük azt, hogy mit és mennyit eszünk, illetve párszor eljárunk vizsgálatokra. Ez komolyan annyira rettenetes. Nekem a személyes tapasztalatom az az, hogy a cukorbetegség nagyon sok jó dolgot is adhat, hogyha megengedjük azt neki, illetve hagyjuk, hogy kibontakozzon. Nekem személy szerint rendszert is adott, hiszen különösen amíg fent használtam, adott egyfajta napi rendet, napi rutint, a napi mérések sorozata, az inzulinadások, illetve az étkezések, és ezt szerintem könnyen kiterjeszthetjük az élet többi területére is, és sokkal jobban tudjuk az időnket menedzselni ezáltal. Nekem a cukorbetegség tudást is adott, hiszen bevallom derekasan, hogy az emberi szervezet működésével kapcsolatos ismereteim nagy részét nem a biológia órákon szedtem fel, sokkal inkább akkor, amikor a saját betegségemnek jártam utána, és erről olvastam könyveket, weboldalakat.
És azt gondolom, hogy tulajdonképpen a cukorbetegségnek köszönhető az is, hogy edukátor lehetek, és ha ez nem lenne, akkor nem táboroztathatnék gyerekeket nyaranta, illetve az Ecsep Figyelem Alapítvány oktatási programjaimban se vehettem volna részt. Nekem a cukorbetegség sportot is adott. Mindig is része volt némi testmozgás az életemnek, de abszolút a diabétesz diagnózis után lett ez tudatos. Már a tinédzser éveimre rendszeresen sportoltam valamit, de csak később találtam meg az igazán nekem való sportot. Nekem az egyik legnagyobb szövődményparám az a perifériás neuropátia. Éppen ezért történt szerintem, hogy végül a futás mellett döntöttem, mert szerettem volna egy olyan sportot elkezdeni, űzni, amely folyamatosan karban tartja a lábaim vérkeringését. Pár éve még csak kocogni jártam el időnként, most arra viszont már több futóversenyen is túl vagyok ennek köszönhetően. Nekem a diabétesz bármilyen furcsán is hangzik, egészséget is adott, ad a mindennapokban, hogy ezt hogy is értem. Nálam ez azt jelenti, hogy én alapvetően nem csak cukorbetegséggel kapcsolatos vizsgálatokra járok el, hanem legalább évente egy ilyen alap átfogó szűrővizsgálat csomagra igyekszem eljutni. Éppen ezért, hogyha bármilyen más probléma adódna nálam, akkor szerintem arra sokkal hamarabb, és vélhetően még időben fény derülne, mint másoknál, akik mondjuk csak ritkán jutnak el ilyen vizsgálatokra, vagy ne adj Isten soha. Nekem, és szerintem sokan másoknak is, a cukorbetegség erőt is ad. Ahogy telnek a cukorbeteg évek, hihetetlen erőt és kitartást ad számomra az, hogy látom azt, hogy látod, így is megy ez, cukorbetegen is leérettségizhetek, megcsináltok 2-3 diplomát, nyelveket tanulhatok, szerelmes lehetek, hobbikat űzhetek, sportolhatok, ugyanúgy sikereket élhetek el. Éppen emiatt én nagyon hiszem azt, hogy cukorbetegként is teljesen ugyanazt az életet élhetjük, mint bárki más, és azt gondolom, hogy ez a tudat hihetetlen nagy erőt adhat. Nekem a diabétesz barátságot is adott. Én hihetetlenül sok embert ismerhettem meg, pusztán azért, mert cukorbeteg vagyok. Nagyon sok értékes és nagyszerű embert, akik közül nagyon sokan barátaimmal váltak, és korábban főként a betegség tekintetében jelentettek számomra támogatást, de ma már az élet egyéb területein is. Én gyerekként kerültem be egy olyan táborba, ahol cukorbeteg gyerekeket oktattak, és ugyan már nem vagyok gyerek, de mai napig visszajárok, mint edukátor. És hihetetlen kis közösség ez, aminek nagyon szeretek a tagja lenni. És sokszor elgondolkozom azon, hogy jaj, hát biztos, hogy akkor is önkénteskednék, hogyha nem lennék cukorbeteg, de az az igazság, hogy ebben egyáltalán nem vagyok biztos teljes mértékben. Néha elgondolkozom azon, hogy hogyha lenne egy olyan alkú, hogy nem lennék többé cukorbeteg, vagy mondjuk cserében nem ismerném ezeket az embereket, akiket megismertem és megszerettem az évek során, akkor belemennék-e, és az az őszinte igazság, hogy nem vagyok benne teljesen biztos.